Sziasztok, én Dávid vagyok, és hát ez lenne a Motorcycle Club. Azért vagyok ennyire zsibbat, mert az előbb kipróbáltam a játékot. Ez a demo. Sok rosszat hallottam róla. Vagyis inkább csak rosszat, hogy ez egy vacak, ez egy szar, de azt nem tudtam, hogy ez miért. De miért annyira rossz? Aztán, hát ahogy már beléptem ide, a menübe, már valahogy kezdtem kapizsgálni, hogy nem lesz oké. Egy. A grafika. Már a grafika magában egy hányadék, tehát ez 2000, nem tudom, 8-ban sem biztos, hogy megállta volna a helyét. Aztán hát ezek a motorok. A motorok szerintem nem licenceltek, nézzük csak meg, hát BMW. Na hát. De, licenceltek. Hát basszus. De hogy néz ki? Én azt hittem, hogy nem licencelt motorok, mert egyszerűen nem valami tuti a kidolgozásuk, vagy épp hogy csak. Hát nézzétek már. Hát a fele összemosott textúra. Mi a szar ez? Bocsánat. Oké, nézzük meg a Roadster kategóriát. Vannak itt más motorok is. KTM ez az. De mindegy. Oké, legyen az a három, ugye? Hát csak ezt a hármat tudjuk kipróbálni. Megyünk tovább, hát itt a verseny. Csak quick race tudunk menni. Nem baj, benyomjuk, aztán két pálya közül választhatunk. Válasszuk ezt. Ezen már voltam, úgyhogy legalább annyira túl sokat nem fogok bénázni. Nos, hát igen. Szóval, hogyha igazán jól kinéző licencelt motrokat akartok látni, akkor inkább nézzétek meg az előző videót, PS4 videót, tehát a Drive Club Bikes-t, mert ott nagyon tutén ki vannak dolgozva a motrok. Vagy legalábbis abban a videóban igaz, csak egy látszik, de arról már, az már elárul mindent, tehát az összes motor kiválóan van dolgozva. Na most nézzétek már, ez a kamera is most hogy megy. Még beakadt az előbb a kerítésbe. Ez hihetetlen a grafikát, itt meg tudjátok nézni közelről, hogy milyen csúnya. És milyen szögletes itt minden, de tényleg ezek a vonalak is, hát iszonyat. Na mindegy. Oké, tehát a Drive Club Bikes-hoz nem lehet hasonlítani, ott az irányítás szuper, tehát árkádos, de viszont szuper. Itt is árkád, de valami iszonyat. Vágjunk is bele. Nézzétek már ezek a motorok, tehát hogy néz ki, Istenem, és körbe se lehet egyébként forgatni nagyon a motor. Meg ezek a hangok, meg ez az irányítás, tehát ez... Valahogy nem is követi rendesen a... Na, passzus, és nem tudom bevenni sose a kanyart, mert annyira furán kanyarodik a motor, hogy az valami elképesztő. Faltól falig megyünk, aztán jól van. Ilyenkor lehet váltani motor, tehát mondjuk itt például talán ez gyorsabb egy kicsit ezen a részen. Nem tudom, ezt most a teljes változatban is így lehet váltogatni a motorokat, vagy ez most csak azért, hogy ki tudjuk próbálni rögtön a motorokat. Tehát folyamatosan lehet váltogatni. Én értem, hogy van itt többféle motor is, meg minden, ez tök jó, csak hát Istenem. Normális irányítás kellett volna, normális fizika, meg kinézet. Hát, Istenem, már ezeken a dolgokon elbukik az a játék, akkor mi van a többi dologgal? Mi van a versenyekkel? Mi van a hangulattal? Hol van az az egész? Tehát abszolút nem élvezni a versenyt. Tehát ennek a motornak a hangja egyenlő a nullával. De tényleg. Kár... És hiába fékezek, basszus, hát a motor úgy száguld, mint az állat a kanyarban, tehát hiába nyomom a féket, konkrétan. Viszonyat, tényleg, elképesztően rossz ez az egész. Na basszus, de egy baromság ez a motorváltogatós idiótaság. Jaj, Istenem. Komolyan mondom, tehát hogyha most valaki motoros játékkal akar játszani, akkor azt mondom, hogy inkább talán mondjuk a
MotoGP-t ajánlanám. Vagy hogyha attól árkádosabbra, akkor pedig a Drive Club Bikes, mert sokkal élvezetesebb bármelyik kettő ettől például. De szerintem még a vízi is sokkal jobb a ride, vagy legalábbis a pontozásokból én ezt láttam, fogalmam sincs az milyen játék, abból nincsen sajnos, hogy hívják azt, demo. Azt nem tudtam kipróbálni sajnos. Nézzétek már, hát nyomom azt a hülye féket, és semmi, úgy neki csapódok a falnak, hogy az csak na. Ez bullshit, komolyan. Viszonyat ez az egész. Komolyan mondom, jó Isten, látjátok mi történik itt? Hát elképesztő, mi a fenének van itt fék? Csak mindenki szép lassan megy. De ilyenkor lehet előzni őket, hogyha mi átváltunk rá, ezt nem értem itt a dolgot. Egy baromság. Micsoda roadster, Istenem. Az is hal megfelé az úton. De mik ezek a hülyeségek? Mutatja, hogy hű, kacskaringós út, hű, ez meg az. Oké, és vége a versenynek, hála Istennek. Legalábbis hamarosan már itt a vége, a harmadik kör. Oké, ott van az a piros füst. Na, végre véges. Nézzétek azt a finish feliratot, Istenem, még azt is elcseszték. Az is rondán néz ki. Na hát én köszönöm nektek a figyelmet. És senkinek nem ajánlom ezt a játékot. Én nem akarom senkinek az üzletét rontani a játékkiadónak, de egyszerűen mindenkinek a pénztárcáját meg akarom kímélni attól, mert ez egyszerűen egy utolsó szar. Komolyan. Ezt láttátok meg, próbáljátok ki a demót, akinek van alkalma erre, tehát okvetlen mielőtt esetleg megvásárolnátok. Sziasztok!